Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, szép napot kívánok! Vagy estét, vagy reggelt, vagy éjszakát, attól függően, hogy ki milyen időzónában van, és mikor nézi ezt a videót. Ma úgy volt, hogy folytatjuk kalandozásainkat a gépi tanulásban, de az a helyzet, hogy felértem az összes agykapacitásomat, úgyhogy nem lett volna túl élvezetes per hatékony a stream, úgyhogy picit megvariáltam a heti menetrendet, ezért elnézést is kérek. Úgyhogy ma a God of War-ba fogunk lootolni egy kicsit, mert szombaton úgy éreztem, hogy vannak gondok. Szóval építünk pajzsot, meg bármit, ami kicsit gördülékenyebbé teszi az endgame-et. Hiszen már azért olyan sok nincs a játékban, szerintem egy stream alatt már befejeznénk, de kell egy kicsit fejleszteni. Jó? A White Ruler-nél pedig majd csütörtökön fogunk játszani, hiszen a szerda az Life is Strange, az fixen, tehát az nem változik, úgyhogy csütörtökön lesz a White Ruler-n. Hát így alakult. Látjátok a menetrendet, a péntek még kérdőjeles, meglátjuk, valamit szeretnék majd oda még beiktatni, mert most viszont szombaton nem lesz stream, mert egyéb teendőim lesznek. Na, úgyhogy akkor ez a mai program, sziasztok, szép estét! Hello, Sheriff, Miska, szia, szép estét! Shedit Adri, XRT, üdvözlök mindenkit! Kezdjünk is bele, én azt javaslom, hogy belekezdtünk mi. Ah, nagyon jó. Oké, szóval ugye most megszereztük ezt a fekete akármicsodát. Hogy miért itt vagyok, azt most nem tudom, mert nem pont itt hagytuk abba. Hol vagyok. Ja, igen, itt átjöttünk az ajtón. Jaj. Okay. You get alchemist for something I'm stewing up for you. If you're smart, you'll find him. Oké, ez itt most megint adott nekünk ez a jó ember egy side questet. Glad you guys worked it out. Ah. Well, I could say the same to you. I guess I was getting a bit full of myself. Told him what he needed to hear, how it sounds to me. Okay, hát ezeket az update-eket megcsináljuk, azt tuti. I'm sorry for how I spoke to you, Cinder. Do you forgive me? Already have. Like you said, it all worked out. Now, okay. Let's get back to work before I get... Erre nincsen. Igen, ha jól emlékszem, abban maradtunk, hogy ezt most nem igazán kéne fejleszteni. Oké. Jó. Na ugye ez alapvetően megvan nekünk, és ezt be is tudnánk tenni. Na jó. Menjünk el sidequestezni, én azt mondom, és akkor majd a végén még javítgatunk. Jó. Itt a mappon látunk elvileg sidequesteket. Mint például ez. De mindjárt megnézem még, hogy... Igen. Jó. És akkor ott látjuk a rewardokat is. Hát egy rare talizmán, illetve ez a 3290 XP, ez az, amit tudunk szerezni. Aha. Jó. Érdekes, hogy ezeket még nem tudjuk. Jó, de megvan, hogy hol tudjuk megszerezni, oké. Mert majd
Ide el kéne menni, ide a Realm of Fire Beta Muspelheimba, remélem jól ejtem, mert hogy ott tudunk majd gyűjtögetni olyan alapanyagot, ami kell, ami hát az alapanyag a jó pajzshoz, de ezt majd megnézzük, ha odaértünk. Úgyhogy akkor először nézzük ezt. Oké. Good. I am more than okay with not throwing ourselves over the edge of the world tree just yet. In due time, boy. Really? Atreus, to me. I'm coming. Mindig elbóklászik valahol a kisrác. Jó, hajóval megyünk, ugye? Ránézek a térképre. Igen. Hát, ide kell bejönnünk. Elvileg. Na mindegy, majd mutatja nekünk az iránytű, hogy merre kell menni. Ígérsz gold. Ezt is lehet így gyűjtögetni akkor. Aye, well it truly wasn't. But Odin's true face showed itself again in the end. Oh, he won Freya's trust, and she taught him some of her Vanir magic, another choice she would later bitterly regret. Sadly, despite his wise counselor's best efforts to persuade him that peace was the only true path to stave off Ragnarok, Odin never let go of his obsession with Jotunheim. A taste of Vanir magic led him to new forms of experimentation and new levels of depravity. Oké, kicsit gyűjtögettünk. Hello, Helinészi, szia. Próbálok jó fele jönni. Meg akkor ezeket már gyűjtögetjük, ha már erre járunk. Igen, erre kell jönni. Köszi szépen. Hát, elképesztő volt ez a hétvége. Én, hát nem tudom, amióta van Magyarországon NFL közvetítés, azóta nézem, de ilyen hétvégét én még nem láttam. Tehát elképesztő volt tényleg. De mindegyik meccs, mind a négy zseniális volt. Na. Hát, erre jövünk. Treasures from all different realms. Do you think that Fafnir went to Alfheim too? I do not know. Aren't you curious? He sounds interesting. We go to the storeroom to collect anything useful for our journey, not to learn more about the dwarf. Fafnir was a rather interesting fellow, little brother. Perhaps I'll tell you a story one day. Oh. Okay, van itt egy fast travel is. Have you made it out of Fafnir's storeroom yet? Zseniálisak ezek a törpök, hogy így egyszer csak így megjelennek. Valahonnan rémlik amúgy ez a rész. Szerintem én ezt megcsináltam annó, csak nem pontosan emlékszem mindenre.
I warn you. Ah, tiny news, yes. Uh-oh. He must have gotten here first. Uh-oh. Hát ez nem néz ki túl jó. Igazából én, az én kedvenc csapatom is már elszállt, úgyhogy mindegy. Én annak drukkolok, hogy jó szoros meccseket lássunk. Kevés bírói hibával. Melyik a kedvenc csapatom? Nekem a Steelers, Pittsburgh. Reavers. Uh-oh. It must have gotten here first. Most visszajöttünk Midgardba lootolni. És ott vagyunk egy ilyen sidequesten. Hogy kéne ezt csinálni? Focus on. Hello, Kambli, jó estét neked is. Na. Valószínű, oda kell majd bemenni. De ez majd kiderül, kicsit itt körülnézünk. Kill. Ezt egyelőre itt hagyjuk. Oké. Itt is van egy ilyen láda. Nem disztrojos. És időzített. Jó. Elinézi, ezt majd átadom neki, hogyha erre jár. Ott a C. Ott az N.
Hát, fiam, nagy segítség vagy. Amúgy... Oh. Ha másikat megtalálta volna, annak jobban örülnék. A harmadik betűt nem látom, hogy hol van. Vegyek szemüveget, mi? Na, kéne egy szög. Ahonnan mindegyik ellőhető. Na, lássuk. Horn of Blood Mead. Increase maximum rage. Okay. Super. Tehát a max rage-ünk megnőtt. Az super. Ennek nagyon örülök. Na hát akkor menjünk be ide. Nagyon szívesen Heli nézi ezt. Amúgy a full Twitch random adta be. Tehát nem... Locked. Find another entrance. Hát így sikerült. Jó, arra nem tudunk menni, úgyhogy... Erre jövünk. Hát erre se tudok majd bemenni. Hát igazán nincs mit, nagyon szívesen. Ugye ez a buggy mód tényleg jó. Ugye most már majd VR-osok is tudják használni játék közben. Pisti úgyis mindig minden bugot megtalál. Na. Itt van egy nagy heal, de ez most nem fog kelleni. Ó, rejtvény szagot érzek. Boy, over here. Hey, it's another treasure map. Okay. Made inside. I hope they didn't take all the treasure. Oh. Oh. Mi történt? Hoppá. Igen, Kambli, már megvan a másik fegyver. Csak nem tudom, hogy az ide jó-e. Mert ezek nagyon tűz. Próbáljuk meg okosan. Oké.
Tudjátok, hogy mit keresek? Csak a szokásos. Ah! Ez igen. Ez azt... Na, gyere! Senki nem mondta, hogy könnyű lesz, ugye? Ja, amúgy így van, tehát összevágjuk majd úgy, hogy egyszer se haltunk meg. Nyilván. Na, most megpróbálom beleállítani a baltát. Ez azért jó, mert amúgy elég sokat lesebez belőlük. Fiam, minden rendben van. Vele kéne még valamit csinálni. Mondjuk ezt. No magical treasure, and no whatstone. Keep your expectations low, boy, and you will never be disappointed. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Legyenek az elvárásaid alacsonyan, és akkor sose fogsz csalódni. Amúgy helyesbítenék Sherry Tadri, ez innentől kezdve most már egy no-hit speedrun, nem death lesz speedrun. Fölvettünk egy Entry Stone-t, gondolom ez a másik részre kell. Hello Ninja Raccoon, szia, szép estét! Hogy mi? You off guard. I wasn't expecting them. Exactly. Okay. Na lássuk itt, mit rejt számunkra. Prepare yourself. Right.
is erősnek tűnik. De úgyhogy bent van abba a fingszakba, de nem nagyon tudok bemenni. És hílelődik, jól látom? És ráadásul van shot, tehát... Mondjuk lehet, hogy ide jó lenne a jobb lenne a másik, kicsit nagyobb range-e van. De ez, hogy hílelődik, ez nem tetszik. De lehet, hogy amúgy... Mindjárt elzárjuk a fingszagot. Elrontottam a dodge-ot. Azt nem tudom, hogy ha elzárjuk a gázt, mármint hogy azt a izét, akkor tud-e hílelődni. Most erre vagyok kíváncsi. Ready yourself, boy. Valami fegyvert érdemes lenne szerintem elővenni. Megvan a válasz, tud hílelni. Ajaj. Hogy cancel-öljük azt a healt? Ez aránylag fontos lenne. Poison in this one, and the stupid birds. And useful resources. The main reason we are here, Bray. However, many of these chests have been emptied. Probably by the Reavers. I hope they didn't take Sindri's whetstone. Okay, és felvettünk még egy entry stone-t, hát gondolom akkor azzal tudjuk a harmadik irányba fordítani. Köszi. Pörgettük.
lehetett cancelölni a healt, hála az égnek. Na, most jönnek Józsefek. Most nem jöttek. Maybe we'll even find the whetstone. Remember what I told you about expectations, boy. Keep them low. I remember. Still, good feeling. Oh, de jó. Kedvencem vagy. Kettő. Ajaj, ezek a revenantok, ezeket nagyon utálom. Sedítad, igen, majd oda is. Mondjuk ahhoz nem kéne itt lennünk, szerintem, mert a Cyphert máshol találnánk meg. Igen, 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 a szájferek itt gyűjthetőek. Hát nem pontosan itt, ahol most vagyunk, de... Igen, de szerintem már a mapon ott van, hogy hol találnám meg. De amúgy elég lenne egy is, alapvetően. Tehát nem tudom, miért kettő van. Ninja Rákon, igen, amúgy ez így van. Ja. Nagyobb legyen az extázis, amikor sikerül. Yeah.
tudom, ezt okvetlenül meg kell, hogy mondjam. Látom már úgy nagyjából, hogy mit kéne csinálni, csak... Igen, az a baj, hogy... Nem, ez a Vans, hát ez nekem mindig is ilyen, tehát nem fair. Sebezzen le, mit tudom én, negyed HP-ra, vagy nem tudom. És tehát simán el tud teleportálni. Tehát ez, hogy folyamatosan ütöm, és egyszer csak így elteleportál. Még jó, hogy eljöttem lootolni, hogy legyen erősebb cuccunk. Erre nem sikerül, mert gyengék vagyunk hozzá. Fejbe csapom baltával, hát megnézhetjük. Sokat nem sebzett rajta egyébként. Így meg... Vagy nem sokat sebez rajtuk, ha oda dobom a baltát. Gondolkodok, hogy mit lehetne. Nincsen most Rage-em, Helinésziász, az a gond. De nincs hozzá elég. Nem tudom. Legalább egyet meg tudnánk ölni, hogy utána kicsit könnyebb legyen menedzselni a dolgot. És nézd meg, így elmegy. Thank you.
Tehát miközben ütöm, bead egy ilyen válsatos támadást. Hát, igen, én is így érzem. Igen, Ninja Raccoon, le kéne ezt tanulni, csak... Hát, ja. Hol van? Csak beledodzsolok. Vagy tegyünk fel egy másik armort, ami már megvan. Még azt megtehetjük. És akkor jön egy ilyen támadás, és ennyi. Tehát ezzel nem tudok. Jó, Halli nézi, ezt benézünk, visszanézünk akkor az törphöz. Azt hiszem erre vissza tudok jönni. Nem. Merre van a vissza? Hát lehet, hogy nem tudunk visszamenni. Ja, de... Jó. Vagy vissza kell egyáltalán, most azon gondolkodok. Ja, nem kell. Jó. Hát ez ad a defense-re. Okvetlenül. Mythic Pauldrons of Clarity. Jó. Adunk a defense-re. Plusz 12-t ad a lákra. Jó. Hát a gyereknek mindegy. Ja. Jó. Weaponnél szerintem nem nagyon tudunk most mit csinálni. Ezeket most nem állígatom. Jó, hát akkor próbáljuk meg ezzel. Hát ha ezzel ki tudnánk védeni egy kicsit. Ja, igen, igen, kaszinózni majd abba megyek. Gondoskod apuk a gyereknek, mindegy, hát... De én halok meg, nem a gyerek. Mennyivel jobb a helyzet. (Tos)
Oké. Csak nem halt meg. Na végre. Heal. És most nem vásatolt ez az atak, úgyhogy... Igen, amúgy ebben van valami, hogy... Nem hiszem el. Oh. Hogy úgy mondjam... Heli Nészi, ez amúgy igazad van. Jó az armor. Jó. Hát nekem van ilyenem. Szóval nem lett gyengébb, csak szerintem azért lett a HP csíkjuk más színű, mert hogy a differencia kisebb a... Mármint úgy, hogy az alapján, amilyen felszerelésem volt, már nem olyan nehezek. Igen. Jó, itt más nincs, ugye? Nincs. Na jó. I saw. So I should keep my expectations low, but always expect an attack? It is a delicate balance. Expect the worst, assume nothing, and always anticipate an attack. Nem, a következő kőért kellett, hogy tudjunk tovább menni ebbe a kis barlangba vagy mibe. Na lássuk, mi lesz a negyedik. Nope. Hűha. Na jó. Whetstone. And only one room left. I know I shouldn't hope, but do you think we'll find it there? No.
Igen, ez akkor lett volna nehéz, ha nincs meg ez a fegyverem, szerintem. Ez így már-már sértő volt. Nem, viccelek. Ja, szerintem ez az ax-szal nehezebb lett volna jóval. Mert ide simán el tudsz jönni a játék elején is. Amikor még nincs meg a másik fegyvered. És akkor szerintem ez akkor nehéz. Hogy mi? Mindegy. Oké. Okay. Ide hosszú folyosó vezet, ez biztos valami nehéz rész lesz. Na. Ó. Oh. Micsoda fancy láda. Igen, ez a játék elején még biztos érdekes lett volna. Mi van még itt? Oké, erre semmi. Ott egy nagy béka. Elment. Na, és akkor... Back to piss on my corpse, you ungrateful little... Who are you two? We're looking for a whetstone. Have you seen it? Aye, there was one in this room. My son sharpened his dagger on it, right before stabbing me in the back. What? Little bastard thought it was his turn to lead my crew. I was hard on him, sure. Guess I shouldn't be surprised. I did the same thing to my dad when I was his age. He killed his own father? Where is he now? He may be a bastard, but he's my bastard. You'll get no help from me, fool. Then his dagger will help. Hey! That's mine! Hey! Come, boy. We are leaving. Choke on it! Kicsit nagyobb a range-e, mint gondoltam. Köszönöm.
tough fight. No. Azért van már loot, ez azért már elég jó. És akkor most a Whetstone-t vissza kell vinni a törpnek? Ha jól emlékszem. Jó, itt más nincs, de azért még belenézünk ebbe a ládába. What are you looking at? Be gone with you, or I'll rip your legs off from beyond the grave, you dirty bastards! Nincs más, úgyhogy akkor mehetünk. Boy, szia, stopsoros. Jó, csak az ajtóval. Undiscreten tud becsukódni. Tehát ez ilyen. Why would his son betray him like that? Kill his own father? Over some treasure? It seems so greedy. Remember what I told you, boy. Assume nothing. Well, sure. He didn't seem like a great father, but... You only know half the story. Yes. Nem tudom, őt most öljük meg, vagy a békésnek tűnik. Hány halállal tart? Oh, stop soros. Ezt nem lehet számolni. Már olyan soknál. Atreus, follow me. Amúgy igen, a kedves vodnéznőknek mondom, hogy ma se haltunk még meg. Erre beszaggat a stream. Amúgy mindjárt visszamegyünk szerintem ez az óriáshoz. És a, hát nem óriáshoz, hanem ez a... Whetstone, perchance. We found no whetstone. This dagger belongs to the Reaver who took it. They took most of the good stuff. Oh? Well, here, take this. In exchange for the dagger. Talisman of Betrayal. The dagger you brought me is quite interesting. An artless design, but the construction is sound. Where in the temple did you find this? In a Reaver's back. Ugh. Okay. Oh. He mentioned he was part of a larger clan. Maybe they took the whetstone? Quite possibly. I know I've seen this design before. I have a favor to ask. Just a small favor, really. Do you remember the dagger you gave me? The dagger stabbed into the Reaver's back? His own son killed him? Yeah. I haven't forgotten that one. Well, I traced it to a group of Reavers that operate out of the Northree stronghold. I'd wager that's where they took their haul from Fafnir's storeroom. Along with that whetstone. That I could use to help you. Okay. Jó, jó. Tehát ezen még lehet tovább menni. Another treasure hunt? Pointless. Well, not if Sindri really can make us better equipment with that whetstone. Plus, the Reaver's son. He murdered his father. Jó, mindjárt folytatjuk a Sindrinek ezt a questjét, csak ezt az óriást kilútoljuk. Mármint, na értitek. Ha tudjuk, persze.
father! Vannak bajok. Na, most megpróbáljuk rendesen. Igen, Sedit Adri, ez egy elég jó hír számomra, hogy Atreus számára az apagyilkosság az nem opció, bár... Ugye ez a serdülőkorral változhat. Te! Mit keres itt? De nagyon kelletek ide amúgy. Ja, és ezért Ancient Heart-ot kapunk. Az jó cucc. Csomó Hexilver, World Serpent Scale, nagyon jó. Crisis Poison Resistance, oké, az is jó. Főleg a Revenant-ök ellen. Oké. Na, egy jó adag loot. Megint. Oké. Nagyon jó. Igen, Heli Nészi, ezt jól emlékszel. Az egyik részben az volt, hogy hát Zeus... Igen. Na, akkor nem volt rossz ötlet visszajönni ezért az Ancient-ért. Alapvetően, főleg így, hogy nem időztünk sokat. Na, most menni kéne tovább, de nem látom a questet. Igen, ez lesz az. Oké, trekkeljük. Irány a map. Hova kell menni? Bocsánat. És oda hogy kell eljutni? Na mindegy, majd kiderül. Köszönöm.
Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic, after all. Jó. Megbeszéltük. Oké, menjünk tovább. Nem tudom, mennyire számít reverse engineeringnek az, hogy látszódnak a loading idők, hogy mikor van loading. Oh, that was a singular piece of cruelty, even for Odin. As if the marriage wasn't punishment enough. Freya was better to him than he deserved. She stuck it out through all manner of indignity, all in the name of maintaining peace and safety for her people. But Odin's madness, his tyranny, his corruption of her magics, it became more than she could stomach, and at long last she broke it off. Odin's wrath was fierce, and his curses upon her were more than she dared to fear. But her magic was so much stronger than his. After so much time together, he knew her vulnerabilities, and exploited them to craft curses she could never break. Oh, like not being able to leave Midgard. Worse still, he robbed her of her warrior spirit. Freya cannot fight, even to defend herself. No living thing may she harm by blade nor spell. In a world this belligerent, what choice does she have but isolation? Poor Freya. I guess if I was her, I'd spit in your face too. Aye, lad. So would I. Tehát 10 év múlva lesznek gépek, ami nem fog látszódni. Szerintem már most is vannak, én azt nem értem, hogy az enyémen miért látszódik. Azt mondja, van ott valami fönt. Fiam, részeg vagy. Hát lehet sedíteni valami bugféle, vagy ilyen... Nem tudom. De a streamen van jelentős ilyen encoding lag, vagy render lag. Nálam olyan nagy FPS drop nincs egyébként, de nem jelentős. Northern Stronghold. Once you retrieve the whetstone, please take utmost care while handling it. It is a priceless relic, after all. Ez zseniális, megint itt van. Megyünk tovább. Nem tudom, miért kötöttem ki. I still can't believe a son would kill his own father. That's crazy, right? I know, we only got one side of the story. But come on, his own father? I mean, I get angry at you sometimes, but... Do you? I mean, sometimes, yeah, a little. But I'd never stab you in the back. No, I imagine not. Mi se ismerünk olyat, aki ilyet tenne, ugye? His clan really didn't want anyone coming in. How are we supposed to get there?
There must be a way to lift the gate. Maybe with the big water wheel. My thought as well. Már még így levenem. Mondom, ezt majd a másik oldalról kell elérnünk. Oké. Okay. Micsoda? Jó, jövünk vissza. Kinyílt a kapu. Hol? Lehet, hogy azt onnan a másik irányból lehet majd bemenni. Meglátjuk. Ó, Kambli. Ez igen. Lady Dimitrescu incoming.
are you angry? What? With me. When? Oh, I guess sometimes when you don't think I can do something, but I can. It is not always easy to know one. It's okay. I get it. I'm little. Where's that whetstone, I wonder? Apophia moment. Hello? Ez nem volt jó ötlet. Hagyd már abba! Done here. Oké. Kett sűrű lenni ez a videójátékos program amúgy. És a Village. Yeah. Még stopsorosnak is volt egy kérése. Forgotten City. Vagy Forbidden? Forbidden. Forgotten. Igen. Viszont stopsoros, ezt cáfold vagy erősítsd meg, de azt végig lehet már játszani streambe. Csak mert ugye volt egy időszak, amikor nem lehetett. Ugye most utána olvastam a napokban, nem néztem a gémet, meg nem tudom mi, de valami ilyesmi van, hogy a fehér folyosóig lehet elmenni, ami nem tudom mit jelent, persze. De nyilván van egy rész, amit a Koch Carnage-nak a oldalán néztem. Oké, stopsoros. Ez egyébként augusztusban volt, azóta változhatott nyilván a dolog. Kicsit majd még olvasgatok, nehogy baj legyen. Bár nem hiszem, hogy tehát most ilyen copyright strike-ot nyomnának, vagy ilyesmi. Inkább csak ez ilyen léci ne spoilerezzétek el, meg na. Inkább valami ilyesmi lehet a háttérben. Meg ugye lehet, hogy ez a probléma már úgymond nem aktuális, mert
azért viszonylag, tehát már elment az idő a játék fölött. Már úgy, hogy lehet, hogy már nem problémáznak rajta, eltelt annyi idő, hogy most már mindegy. Jó, visszajöttünk ide föl. Egyébként Kambli kérdésedre válasz, hogy játszak, hogy kéne írni. Nem tudom. Ahogy látom, a chatbe se látja mindenki. Erre voltunk, ugye? Igen, erre voltunk. Micsoda hajó van ott. Oké, és Topsoros, köszi. Megnézem majd. Oké, és Topsoros. Köszi. Szerintem jövő hét végén nézzük meg, de... majd meglátjuk. Easy. Itt valami történt. Baszki. Na, bocsánat. This is the sun. Ez a gyerek. How do you know? The sigil. It matches the dagger we found in his father's back. We stood his ground, but it was not enough. They betrayed him. Betrayal begets betrayal. My guess, the young one murdering his dad didn't sit well with the others. He thought himself ready to lead. It cost him his life. I guess. Look there, lad. By his feet. The whetstone! Oh. Akkor mehetünk is. Yes. They used it to smash his face in. They did? Ew. Hogy mi? Oh. Már hiányoztatok. Whetstone behind. If Sindri wants it, it must be really useful. Well, thieves have very specific priorities. If it's not shiny and you can't eat or drink it,
Might as well use it as a blunt object. Shattered Gauntlet of Ages. Fragments. Oh. Tehát akkor ebből is kell gyűjteni? Too powerful to remain whole. Oké. Megnézzük majd közelebbről. Csak itt lootolunk egy kicsit. Körbenézünk, hogy van-e itt még valami. Gyerek! Nyisd ki a kaput. Remek. Köszönöm. Time Loop detektív játék. Hát... Igen, a 12 Minutes az mindenképp nagyon jó játék volt, nekem nagyon tetszett. És azóta megkaptam az infót is, hogy amúgy hogy lehet úgymond endingelni a játékot. Nyilván sose találtam volna ki magamtól. Hoppá! Hát endingelhetünk, ja. Mondjuk az a baj, hogy már nem nagyon emlékszem, hogy hogy is volt. Megpróbálom majd fölidézni persze, de... to the sun. Wow, this goes on and on. Father, forgive me, filled with remorse, forget my actions. And he thought before taking action, there would be no need for regret, yes? Yeah, maybe we should bring this to his father, back at the storeroom. Ide még felnézünk, mert mintha még itt lenne valami. Szóval az a baj, hogy nem fogom tudni, hogy hogy jutok el az endingig. Már arra nem emlékszem. De ja, amúgy lesznek mostanában ilyen rövidebb játékok. Egyik streamnek a végén megnézhetjük, mert ugye lesz majd a Life is Strange-nek is egy ilyen kis kiegészítője, ami rövid. Rosszul látom. Find a different exit.
Mert arra nem tudunk kimenni. Hát de arra kell menni. Ja, ó, oké, jó, jó, jó. Így már minden világos. De csak erre kell jönni, csak ide ki kell kötni. És akkor itt kell valahol jönni. Tehát egy másik kiállatot kell találnunk. Lehet, hogy akkor itt kell keresni a kiel... Lehet amúgy, hogy igen, itt kell keresni a kiáratot. Igen, András Herceg a következő boss fight. De abba Atreus nem vett részt. Inkább maradjon otthon. Na, ha most eljöttünk ezé a ládáért, akkor nagyon mérges leszek. De most ez itt körbe-körbe járat minket. Lehet amúgy. Lehet ez is olyan, mint volt egy játék, hogy valami ötször el kellett menni ugyanabba az irányba, körbe-körbe, akkor nyílt ki valami ajtó. Na jó, akkor nézzünk szét. Nem a Stanley Parable volt, hanem a... Hú... Nem is emlékszem a játék nevére hirtelen. De valami olyasmi, csak egy stílusban hasonló, de nem az volt. Nem lehet menni. Hát erre elnézhetünk, hogy itt van esetleg egy másik kijárat. Hú,
Nem emlékszem, pedig játszottunk, itt a csatornán játszottunk vele. Nem Beginner's Guide. Játszottunk egy játékkal a Ninja Raccoon, szerintem lehet, hogy para kérte amúgy. Ilyen puzzle game-szerű. Csak már nem emlékszem a nevére, erre kell jönni amúgy. Ja, és most már a hajót át tudjuk hozni itt. Igen, meg volt benne ilyen, hogy hátrafele kellett menni, nem előre, és akkor nyílt ki valami ajtó. Superliminál lett volna. Abban is voltak ilyen nagyon mindfuck dolgok. Igen, perspektíva játék, de nem arra gondolok. Almákat, meg sakbábúkat, meg ilyesmit. Jaja. Nem biztos, hogy abba volt, de az is egy nagyon jó játék. Superliminál. Na, most vissza kéne menni a csónakhoz. De erre nem tudtunk visszamenni a csónakhoz. Szerintem visszatudtunk. Nem, teljesen eltévedtem most. Hát igen, valamelyik, ugye játszottunk a Turing-teszttel is. Na, már nem emlékszem pontosan, hogy melyikbe volt ez a körbe-körbe kellett menni, és akkor lett jó. De, ja, volt ilyen. Állj! Itt nem tudok kiszállni valahol. Nem tudok. Jó, megyünk tovább. Mert itt fogok tudni kiszállni. Hát igen, nagyon jó puzzle game-ek is vannak egyébként, és mind ilyen nagyon egyszerű... abba az értelemben, hogy nem ilyen nagy fancy AAA címek, meg nagy stúdiók fejleszték, hanem igen, nagyon kis költségvetésű, kis indie fejlesztő cégek. Cégek? Hát némelyiket ilyen egy-két ember. Hát igen, stopsoros, amiket lassan felvásárol a Microsoft, ilyen kis indie fejlesztő cégek, mint például az Activision vagy a Blizzard. Tehát, érted, ki vesz manapság 70 milliárd dollári játékfejlesztő céget? Pff, adjuk már.
did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? And we'll pick this up later. How did it go at the stronghold? We found your whetstone. Oh, wonderful! This staining is unusual. The Reavers used it to smash another Reaver's face in. Oh, wonderful. Here, for your trouble. No. Legendary X-Bomber? I can't wait to test out the new whetstone. It may not look like much, but it's practically humming with magic. Low perk activation chance to grant a health burst. Spit on it. On any successful exit, tehát akkor kapunk healed. Okay. I didn't think we'd see you out here, since you and Brock got back together. Everything okay? Oh, better than ever. You know, I really think we've both grown in our years apart. So how come you're back here? Just catching some fresh air. Look, I love my brother, but he still smells like a fetid dung pile. Okay, na nézzük, hogy állunk. Akkor elvileg ez rendben is van. Így van. Tehát itt a törpöknél már csak egy, tehát a tesónak, Brocknak a szívessége van. Lehet, hogy ezt most nem nézzük meg, hanem megpróbálunk Muspelheimben eljutni. De egy kéne a Language Cipher. Azt még nem tudom, hogy hol találjuk meg. Mert az szerintem a térképen nem lesz rajta. Azt kell, hogy mondjam. Vagy igen? Hát akkor lehet, hogy oda még nem tudunk eljutni. Nem, azt még nem tudjuk. Jó, hát akkor más fogunk csinálni. Mi ez a Wayward Spirit? Igen, itt kell csontokat gyűjtögetnünk. De azt jelöli a térképen? Mert... Alfheimd. Szerintem nincs rajta a térképen. De akkor jöjjünk el Alfheimba, de hát itt meg... Ugye ez Helheim. Itt szerintem semmi nincs már. Hogy hát fene se tudja. Ugye hát Midgardba meg nem jelöli a térkép, sajnos. Na mindegy, nézzük meg ezt a Ghoul Weeks Bones questet. Ja, ide még vissza tudunk jönni?
Na igen, ez a quest akkor még nincs... nincs befejezve. Hogy ilyen szépen fogalmazzam. Úgyhogy akkor ezt trekkeljük, és akkor ide-vissza is jövünk. Itt van egy gateway, szóval itt át tudunk fast travel-olni, elvileg. Igen. Mondjuk ez a fast travel system, ez azért nem az igazi, maradjunk annyiba. Ide kell jönnünk. De ide miért nem tudunk most jönni? Ó, nem értem. Cserit adni inkább ide, mert TC nincs megnyitva. De oda most én miért nem tudok fast travel-olni? Ezt mondjátok meg nekem. Ja, ez nem fast travel point, mi? Igen, mondjuk abban van valami. Ide még most nem tudok. Jó. Oké. Mindegy, akkor nem megyünk hajóval. Mimir, why did you say Tyr felt responsible for what Odin did to the giants? There was an incident shortly after the forging of Mjolnir, when Tyr arranged a diplomatic meeting between Odin and the giant kings. Well, this was when the Long War was young, when victory was still a thing dreamed of, and the Jotnar might have tipped the balance between Aesir and Vanir. Odin had persuaded Tyr that the hammer was merely a deterrent, a means to broker peace from a position of strength. Tyr was able to convince all parties they would prosper best through peace. He knew the giants were deeply concerned about the hammer. A super weapon in hands they did not trust, but they trusted Tyr. Tyr always believed the best in people, and taking Odin at his word in his desire for peace, he brought the Raven King to Jotunheim. From there, things unraveled quickly. The giants anticipated Odin's trickery and exposed his true agenda to spy and steal their secret wisdom. With magic, they expelled Odin from their realm and cursed him never to return. Frustrated, Odin visited his fury upon the giants of Midgard. Thor unleashed Mjolnir's might upon any giant he could find. None could stand against the tide of slaughter that followed. And at last, it seems, with Tyr's aid, they retreated. The tower disappeared. No giants could be found in Midgard. And no man nor god has set foot in Jotunheim since. Oké, meg vagyunk, csak rossz fele indultam el. De most már itt vagyunk. Igen, Sherit Adri hasznos, csak most nem biztos, hogy szerencsés lenne olyan nagyon olvasgatnom. Szerintem majd off-stream végig megyek rajta. Egy újabb izzó. Hát ezt nem mondanám ki, ha megengeditek. Defense permanently increased by 2. Oké. Thank you, by the way. For what? For saving me.
I know I screwed things up before Balder grabbed me. You did. But you are my son. De itt... Na most nem értem, mert itt amúgy van fast travel point, hogy miért nem tudtam idejönni. Szóval maradt itt. Oké. I wish mom were here. Itt a fast travel point. És le van lokkolva. Hát, na mindegy, fura. Maradjunk annyiba. De lehet, hogy én nézek el valamit. Nem kizárt. Hello, nem Ninja Yoda. Szép estét. Igen, itt egyenesen volt. Haladgat. Nem azt mondom, hogy öles léptekkel, mert most itt sidequestezünk, mert kellett egy kicsit tesizni. What are you fool? We found your son. He was betrayed too. And we found part of his journal. It sounded like he regretted killing you. Fat lot of good that does me. How'd he go out? He die fighting? We found four corpses near his. They were decapitated. Ha! Vandrid always did keep his sword nice and sharp. A lesson he picked up from me. He's a backstabbing bastard, but knowing he's in Valhalla sets me at ease. Thanks. We did a good thing. I'm glad we came back here. That thief did not deserve the peace you gave him. Maybe so. Still, it feels good to help people. Even the dead ones. So much like your mother. Na, ezt szeretem. Bónusz tovább stats. Ennyi. Jó, megkaptunk egy csomó XP-t.
Jó, nézzük a kövit. Jaj, a Gambli a saját statjaimre adna bónuszt, én is örülnék. Valkürökkel még várunk egy kicsit. És akkor csináljuk ezt a brokkos vonalat. Milyen jó, hogy betrekkeltem mi. Jó. Ha már erre járt. Szerintem ezeket a cyphereket majd megkeresem off-stream, mert nem a leglátványosabb dolog, amit így csinálni lehet. Elnézéseteket kérem ismét. És akkor majd elmegyünk a... Muspelheimbe, meg a másik helyembe is. Kipróbálok még. Most hova tudok fast travel-olni? Mondjuk lehet, hogy a main quest miatt nem tudok most. Igen. Igen, valószínűleg a main quest miatt nem tudok, mert a main quest menne most a The Realms, Realm Between the Realms-be. Úgyhogy, oké. Akkor ez is megvan. Igen, attól, hogy a bot azt írja, hogy kamillatea van, még nem biztos, hogy azt iszom. Lehet, hogy csak így van kamillatea kinn a konyhában, vagy ilyesmi. Atreus, to me. Amúgy a kamillatea annyiban segít az alvásban, hogy nem másfajta tea, amiben esetleg koffein lehet. Őszintén szóval mostanában nem érzem magamon, hogy segítene a kamillatea az alvásban. De ennek más oka is lehet. Lehet nem kéne annyit videójátékozni. Amir, why did you work for Odin if he's so horrible? It's my career! And if you mean to make your career as a counselor to kings, you can't very well rule out petty maniacs. Available positions are scarce enough. My first master was a cruel piece of work as well, but I learned through him the enduring power of wit. Which served me well with kings and gods alike. I couldn't have been much older than you when I started. A fairy king's errand boy and unofficial jester. By night, my mates and I had the run of the forest. Good fellows they called us. Knavish sprites to the last. We'd get up to all manner of mischief, making fools of the local mortals. But as long as our lord was kept amused, we were spared the consequences. Oh. Then one day he was not amused. And I saw fit to move on.
Thankfully, the ages and roads traveled since then have turned me from that merry wanderer into the paragon of virtue you see before you today. You of strength. Okay. Ez is ad a strength-re. Köszönöm az infót. Oké. Oké, találtunk random hexilvert. Jó, hát gondolom erre kell jönni. Interesting. Sheriff, ez valóban egy érdekes kérdés, hogy megy a szakduga. Scare up that alchemist, what needed finding? You better not be fighting with your brother again. Just because he's gotten a little less annoying over the years doesn't mean I ain't got a customer base of my own to keep happy. Oh yeah? Who's that? Well, you came back here, didn't you? Fair point. Hát igen, Helinésziás, csak óvatosan kellene, hogy... Read it. Yes, sir. Nem, hogy valami olyat mondjak, amit nem szabad, vagy nem illik. These runes read death inside. Don't dead, open inside. Ugye? Na, gyerünk! Hát, igen, Kamblia, segítene, mert hát ugye az oktatónak is illik időt hagyni, hogy átolvassa. Mármint a témavezetőnek. So, Brock said his friend was dwarven like him, wearing a green ring. Look if you wish. I will be gathering resources for our journey. You don't want to help him? No. Why not? Because I do not run errands for dwarves. Oh. Ez nekem egy arénának tűnik. Betöltjük újra. Mom made them sound more dangerous than that. Then do not drop your guard. Come. Hát
Hát igen, Windorf, amúgy lehet a hallgatót ösztönözni, bár nyilván azért most magának csinálja mindenki olyan értelemben, hogy tehát most nyilván nem is utasíthatom, hogy csinálja, meg mindenki a maga időbeosztása szerint csinálja. Hogy kéne oda följutni. Igen, Ninja Raccoon azért, tehát nem kell egyben elküldeni a végén az egészet, el lehet az darabokba is. Meg hát ugye itt azért szerencsés lenne, hogyha lenne közben egyeztetni, meg konzultálni, meg ilyesmi, tehát felugrani. Ja. Hát igen, Focus up, boy. Ninja Raccoon nem tervezek más karokon oktatni. Furcsán is néznék ki az agráron. Not him. Hey, I thought you didn't care. I noticed the lack of ring while looting the body. Ah. Here. Boy. Yes, sir. Another map. Great. It was in treasure map. Agrármérnököknek programozás? Hát amúgy programozás senkinek se árt. Csak hát én inkább bíznám profi programozóra a dolgokat. Na.
Ha láttok ilyen szírt, akkor szóljatok mindenképp. Azt majd összegyűjtjük. Fölnézünk még ide. Szemhel, mi a gond? Ja, erről jöttünk. Oké, okay, még kéne egy N betű, és akkor kinyílne ez a... ez az ajtó. Egyelőre nem láttam, lehet, hogy majd később lesz. Látok egy nagy szörnyet, úgyhogy eljövünk erre. Atreus, to me. Nem erre kell jönni, arra kell menni, amerre a nagy szörny van, úgyhogy akkor arra megyünk. Oh. Ott az M betű. Attached to the Soul Eater. Well, you know what I've been doing Vari now. You can just go tell Brock. I don't need to fight it, right? No, you will fight it. But why? Because you are frightened of it. Azért fogunk vele harcolni, mert fél tőle. Oké. Már csak valahogy be kéne jutni. Ja, lehet, hogy most nyit ki az az a... Nem lehet célozni. Na gyertek! Van baj.
don't look too good. Na, most akkor megyünk föl, és akkor szerintem azon az ajtón kell bemenni, amit a három szélnek a... Tehát amihez a három szélt kell elpusztítani. Be strong, Atreus. Stay focused. And look for a weak point. Yes, sir. Akkor ez most ilyen mini boss fight? Na lássuk, ilyen negyed HP-val. Hát de... Ó. Jó lesz, már érzem. Nem volt HP-ing, na. Be strong, Atreus. Stay focused and look for a weak point. Yes, sir. Jó, az a jó, hogy full HP-ing kezdjük. Stay quiet. Make no sudden movement. De nagyon kell lesz ide amúgy. Inscription. The alchemist. But where's the rest of them? Ashes, most likely. Soul Eater gone. I guess we should bring this back to Brock. Nice loot. Okay. Oh, make it a ladder. Fiam,
dob le a láncot. Read it. Sir. Sir. These runes were written fast. It spells out Ejim Staney. I don't know that one. We will ask the blue one. So now you're interested? We found his alchemist. A reward was promised. Oh. Oh. Okay. Boy, they were tough. Jó, erre menjünk tovább. És vissza kell vinni a törnek ezt a cuccot, ezt a gyűrűt. Ready yourself, boy! Az igen. Hát igen, ez, hogy hílelődnek, ez ennek annyira nem örülök. Hú, ninja rákon. Amúgy lehet, hogy pont ez van. Erre vissza, ugye? What'd you find? You're an alchemist. I'm sorry, Brock. The hand is all we could find. Still wearing the ring. There was a soul eater inside, and well, it must have burned away the rest of him. Suppose you'll still be wanting some compensation, huh? Naturally. Naturally, he says. Yanni Ferruxy. Grip of Verunder. I'll take a closer look at this here ring. Maybe Anvari left a bit of magic inside before he croaked. Dwarves can do that? Sure, dwarves and magic jewels is like flies and pig lips. Supple ones. Ugh, I'm not as interested as I thought. Oh there,
Got another favor to ask you, Jim. What do you want, dwarf? I got another lead on my old pal Anvari. Meet me at the Lawnsoother Mines. There's some fancy-dancy loot in it for you. Another lead? But we already found him. Well, found his hand anyways. I'll explain at the mines. These ones is just south of the river pass. Now you two want something, or you just gonna stand there all gag-scrapped and slack-jawed? Jó, menjünk tovább. És akkor megcsináljuk ezt is. Legalábbis ez a terv. Ide kell jönni. Jó, mindegy, mondom, a main quest miatt nincs most fast travelünk. Mindegy, nem baj. Pull the ring off on Vari's hand at the Velander mines. Feller was always tampering with souls and dark rituals and matters of the night, see? Just the sound of his hammer flattening metal were enough to stoke my fires all blissful. Shit, you better clear out before I get all frisky. Boy. Boy. How'd you come to be in these lands? Lad, there comes a time in every man's life when he changes his name and heads north to make a new start. If you live long enough to do this many times over, you might end up as far north as this place. By the time I arrived, I already knew Odin by his reputation, and so I set to demonstrate my worth by coming to him with something I knew he'd value, a mystic well of knowledge. Or rather, I should say, a well of water laced with enough mystic mushrooms to make a god see visions. Oh, he was rightly impressed. Can't say for sure what he saw that led him to try gouging out his own eyes, but I managed to restrain him before he finished the job. Then I persuaded him it has been his sacrifice made for an even higher form of sight to be bestowed. Blah, 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 blah. I used to think he never caught on. But the day he took my eye, I realized he had never been fooled. He knew I'd outwitted him, called the lesson wisdom, and hired me to make sure from then on I was on his side. And for a long, long time, I truly was. Doesn't mean he didn't hold a grudge. Okay, csak azért kacsázunk, mert közben lootolok egy kicsit. Ezek majd nagyon jók lesznek fejleszteni a armort meg amit. Mondjuk később is eljöhetnénk erre, de hát ha már itt vagyunk, fölvesszük. Jó, menjünk most már. Erre a teknős fele kell menni, ha jól láttam. De nem biztos. Majd mindjárt kiderül. Gombázunk? Hát... De csak ha iszunk is rá. Okay.
Well, looky who decided to show. Talk to this here ring. What? I can't hear thoughts from rings, Brock. It's talking to me! It's Anvari! Ha! Knew it. He says he went to the Velander mines to observe his mistake, but then the Soul Eater attacked, so as he was being ripped apart, he cast a spell that removed his soul and put in this ring. And then he... What about all his stuff? Anvari had a workshop here with all sorts of posh doodads and ornatory tools, and one beaut of a hammer. He make mention of it still in there? Okay. You're upsetting him. Your point? You fellas take Anvari with you and go have a look-see. If you find his hammer, I'll whip up something real nice for you. Okay, tehát a kalapácsát kell megkeresnünk. És a lelke a gyűrűbe van. Don't go forgetting your entry stone. És az entry stone. Okay. Anvari isn't happy about us taking his stuff. I do not care. I'm not gonna tell him that. Azt mondja, nem örül, hogy elveszik a cuccait. Nem érdekel. Make quite a formidable duo. Oh, you're right, Chris. Follow me. Sorry, I got distracted. Anvari says this dwarf was part of his crew, that he died because of his mistakes. It sounds sad. The ring's grief is of little importance, boy. Beta dislike, oh yeah. Szerintem az se érdekli. Tényleg. Oh, he did not like that. He's warning us not to go down there. Stop listening to the ring, boy. He cannot be trusted. Oh. Jó.
Ide le lehet jönni akkor, ha jól gondolom. Igen. It's that ring boy. I don't know how. Oh. Okay. Szerintem majd arra lefele kell tovább menni. Megnézzük, hogy itt mi van. Vagy nem erre kell. Lehet, hogy először akkor elmegyünk lefele. Mert lehet, hogy erre kell tovább jönni. Megnézzük, hogy itt mi van. Bár ez lehet, hogy nem is lefele megy, hanem fölfele. Ja. Look here. Yes, sir. Erre kell majd kijönni szerintem. Igen, igen, igen. Ez a visszafele vezető út. Jó, de még nem jövünk ki. Hanem akkor arra megyünk tovább. Mert csak az egyik nem lenne elég. Mondjuk a Soul Eater az nem kelt föl. A dead Soul Eater. What's a Soul Eater even doing here? Te szerinted ez halott? What do you mean it's your fault? Boy, ignore him. It's sort of tough for me to ignore. Érdekes. Yeah.
Na jó. Hát akkor... menjünk tovább. He says this chest will trigger a bunch of traps. Oh. I see no traps. You sounded so sure about it. Resistance. Ah, okay, az elementek ellen. Okay. Sok loot van azért erre, tényleg. Hogy mi? Hát így könnyű. Mehetünk tovább. Igen, a cserebogár pont ilyen. Nem mintha bármit is tudna ártani egyébként. Azon kívül, hogy idegrendszeri károsodást okoz. Ami nyilván nem szó szerint. Bántsátok a cserebogarakat. Tudom, hogy idegesítőek, de... Yeah.
Igen, a penge lehet, hogy jobb lett volna. Eagle's Protection. Prevents Kratos attacks from being interrupted. Ez egy nagyon hasznos dolog egyébként. Tehát nem tudják interruptolni az a támadást. Megszakítani, csak hogy magyarul is beszéljek. Az jó, az jó. Az mindenképp hasznos, mert amúgy rohadt idegesítő, hogy heavy attacknak simán közbeütnek. His crew did something bad here. He's glad you destroyed his life, and he's sorry he kept trying to trick us. His hammer is just through this gate. Tovább mehetnénk. A kalapács. This is a fine hammer. Invari says thank you. Megdicsértük a kalapácsát, én pedig megköszöntem. Oké. Na, valahogy ki kéne jutni. Look here. Yes, sir. Okay. That's going in the journal. Can we keep him? We will talk to the blue one. It is over. Vége. Azt hiszem voltunk mindenhol. Legalábbis remélem. Broke. Here, the alchemist's hammer. His spirit is a nuisance. Yeah. Anvari always was an asshole. Hell of an alchemist, though. Hand him over here and I'll melt him down. What? You're going to melt down your friend? A trapped soul's what I need to give your reward some extra oomph. You don't want it? Father, we can't do that. Here, you hold on to him. He's really useful, I promise. Fine. So long as he proves his worth. Nah. Megtartjuk Anvari lelkét. Kid's a bit of a softy, huh? Well, he'll grow out of it. My brother and me got a new project. Come see us at the temple if it so please you. Oké, szuper. Na hát ezt is megcsináltuk. Fú, már rengeteg lootunk van. Ha ott fönt látjátok, Hexilverbe is, XP-be is. Nézzük meg, hogy milyen gólok vannak még itt. Waver Spirits. Ja igen, ezekkel a csontokat összegyűjteni. Rám állóksz, hát igen. Ezeket majd off-stream megcsinálom. Vagy streamen kívül megcsinálom, csak hogy tényleg magyarul is beszéljek. És mármint, hogy az, hogy összegyűjtöm a Cyphert. Nyilván az, amikor megyünk, akkor... akkor az nyilván streambe lesz. Ez a Realm of Fire, ez eléggé látványos. És hát adott esetben tud elég nehéz is lenni.
de majd ezt megnézzük. Hát, szerintem ma még ez bele fog férni, úgyhogy ezt még megcsináljuk most. Költekezni később fogunk, majd ha már meg lesz minden. Ezt a sidequestet még megcsináljuk, és akkor már ez lesz az utolsó. Még majd azon gondolkodok, hogy de az nagyon nehéz a Zeus Armor. Az, hát meglátjuk majd, meglátjuk. Ha nagyon érzem magamban az erőt, akkor megpróbáljuk azt is. De az tényleg nagyon nehéz. Zeus Armor set. Mimir, I still don't get why you ever wanted to work for Odin. Back then, I was young enough to still be ambitious. The Aesir gods were as powerful a force as I'd come across, but they clearly lacked for strategy, focus, and sage counsel. All this could I faithfully provide. And so, a stranger from a far-off island found himself with Odin's ear, trusted as he trusted no one but himself. And with that kind of power, laddie, I must confess, there are perks. Yeah, but he's Odin. I never claim to be perfect, laddie, only clever. And often too clever by half. So what'd you do to get Odin so mad at you? Well, for a long time my job was to enable Odin, and I was fucking excellent at it. Gradually, as I grew more to care about people and the world, my job became to contain him, to protect him from himself. By serving peace, I served his interests as well, that's the truth. But he saw it as disloyalty. No longer trusting my motives, but not wishing to part with my brain or tongue, he bound me to a tree and adopted a new pastime of casual torture. Well, I'm glad we came along to cut off your head. Aye, lad. Lucky break that was. Bothar. Are you okay? No, son. My goods are underwater. My men are drowned. And yet their bodies continue to walk the beaches. Hellwalkers. They plague these lands. I was their captain. They died because of me. But these abominations sully their memories. I will find a way to free them from their tortured state. In this, I am determined. Okay. A thunderstorm scattered all three of my ships across the lake. I know not what I did. Yeah, ez egy másik favor, bocsánat. Boy's judgment. Okay. Igen, nekünk ez kell most. Swift and brutal. Jaja, elég OP a Zeus armor, az a egyetlen perfect armor set, tehát ez a piros színű. Csak, ha jól emlékszem, az az összes valkürt fel kell szabadítani. Mert nem megölni, hanem... Na, érted? Over here. Az tényleg nehéz. De majd meglátjuk. De hogy térképeket talál, de... Cyphert... Na mindegy. Gyerünk. Oh.
a feje. These bones pulse with magic. It must be Golvi. Could we just hold on to it? Maybe we'll find the rest of them. This spirit lies to you, boy. How would you know? I have known many spirits. They are all liars. This one is different. I know it. You know very little. You know very little. Hey, this does more than decipher those Muspelheim runes. It also contains the travel rune. Csak panaszkodnom kellett. Ó, nagyon jó. Akkor oda most már mehetünk. Szuper, szuper. Ez a you know very little. Ezt szoktam mondani a hallgatóknak is első éven. Főleg akik ilyen önbizalommal telik. Megint rejtvény szagot érzek. Ez meg ilyen arénának néz ki. A torch is built with wood. That is a brazier. A brazier. Senki nem szereti az okos tojásokat. Jaj, nem ez. Az igen. Lighting these braziers. Sather and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm, but we, lucky few, are stuck here in Midgard until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Spirit. Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. Versatile warrior's handle increases strength, defense, and luck. He disappeared. Come, let us not be distracted. Ó, és akkor lehet ilyen szellemeket is felszabadítani. Nagyon jó. Oké. Okay. Meg lettünk izélve. Wolver!
Ezt nem hiszem el. Ja, ezt most, igen, ezt most kaptam. Ajaj. Lehet, hogy elhamarkodott volt ez a kijelentés, hogy hát erre a questre még van idő. Hát, sok HP nem maradt. Ó, újabb alma. Ugye ebből kell hármat összegyűjteni, és akkor nő a max healing. Szuper. Na hát, szerintem mehetünk tovább. Itt már nem lesz semmi szerintem. Úgyhogy menjünk a következő helyszínre, ahol csontokat kell gyűjteni. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs, only wants. It feels wrong to ignore them. We will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. I thought as much. Ed. You are full of stories. When will you tell one that entertains? I beg your pardon? He just insulted you. Yeah, I got that. So you want a corker, do you? Very well, my brothers. I'll tell you the story of Hrungnir, the brawler. The real story. You know what? I'll tell this one later. Boy. Yes, sir. Treasure map. All right.
sight for those new flying ones. És ez is megvan. Nagyon jó. Nagyon jó. Majdnem fagyos lett. Ez egy új move volt, hogy így hátradőlt és folyamatosan ontotta magából a cuccot. Nem számítottam rá. Na mindegy, megoldottuk. És itt lesz a csont. Hát ez a keze. Govig's bones. What will you say to her? To Govi? Your mother. What have you left unsaid? I just want to know if she's okay. She is dead, boy. I know that. You don't understand. Neither do you. What would you say to mom? Nothing. Nothing? There is nothing left to say. What about everything we've done so far? That man coming to the house? Talking to the world serpent? We've done so many amazing things. I just want to tell her about them. Don't you? What else would you say to her? I tell her that we're both okay. Not to worry about us. Atreus, I miss her too. You know this. I thought I knew very little. You want a beach here? Nem. Jaj, nagyon odafigyel a kisrácra. És te mit mondanának, ha találkoznánk? Semmit. Hát remélem jól van. Anyád halott. The final bone. Yeah. We might as well return them to the spirit. Maybe he will keep his word. I know she's not coming back, okay? I know. I just... Never mind. Na, megvan a csont, de azért csak körülnézünk itt, ha már ide jöttünk. Ah, Fafnir. I always wondered what became of him. Wait, Fafnir? Like, Fafnir storeroom Fafnir? The very one. But Sindri said he was a dwarf. He was. And now he's a dragon. Funny how life works, isn't it? He's chained up. Perhaps we should keep an eye out for binding shrines and free the poor bastard. Aye, lads?
Na jó. Ó. Hogy mi? Tehát ki kéne szabadítanunk a Sharit valahogy. Jól vagy, fiam? Csirke, értem. És ezzel mit csináljuk? He's no friend of mine. His little scrot was a constant source of annoyance amongst Aesir and Vanir alike. Then why free him? Trust the recently liberated brother. No one deserves to be held captive. Jó, hát meg kell találnunk a többi ilyen shrine-t. Nem is tudom, hogy mi az magyarul. Kegyhely. Oh. Answer the boy's question, Head. How did this dwarf become a dragon? I don't know for certain, though I'd wager his penchant for stealing magical artifacts had something to do with it. Must have stolen a trinket from the wrong Vanir goddess. Here, boy. Eddig jók vagyunk, és ott a harmadik. Megint ott van egy páncélos József. Oh. Na, oda kéne valahogy átjutni.
érdekes volt. Nem megy át a rácsom. Igen. Ez a gondjaja. Tehát... Time to set him free. És akkor most kell kiszabadítani. No, lad. A lot's changed since we last crossed paths. I had legs. Igen, most már ott kinyílt a rács, ott volt előtte egy rács. És szerintem oda kell most lemennünk. Mert mondjuk a fegyvert nem rakom el, mert gyanús, hogy itt még valami fog történni. Elmegyünk még, kilútolunk, és akkor utána kiszabadítjuk a sárkányt. A wee little bugger. It's flat. Well, the dragon hasn't done much for his personality. Brilliant scale of the chain. Okay. Hát, nem tudom, hogy fogunk-e még találkozni, de... Mindegy. Jó, na menjünk vissza, és akkor a csontokat kéne hát visszaadni a hát aki, gondolom. Vagy hát, hogy eltemetni, ha jól sejtem. Mert mintha úgy emlékeznék, hogy a felesége földi maradványait kellett összegyűjteni. Szerintem is fogunk még találkozni, de remélem, hogy nem rossz értelemben. Nyúljunk be ebbe a lyukba. Be ready.
ne nyúljak be. Hát későn szóltál. Amúgy nem tűnt vészesnek. Szóval szerintem rápróbálunk még egyszer. Még egyszer megpróbáljuk. Rosszul kezdtünk neki. Na. Balta volt nálam, pedig nem az kéne. Jó lesz az. Csak tudnék örülni, hogyha checkpoint rendszer az egy picit jobban működne, de... Na, tényleg, még egyszer megpróbáljuk. Most tökéletes a kezdés. Dust of Realms. Oké, okay, jó. Na. Visszamegyünk akkor a csontokkal. És akkor most már a tényleg ez lesz az utolsó. Desecration, typically. Pieces of scattered corpse make for a piss-poor soul. No hope for Valhalla or Helheim when your arm's on one beach and your head's on another. Why not ask the spirit? I'm sure he will be forthcoming with answers. Now then, that story I started earlier. I was to tell you the story of Hrungnir the Brawler. There was a huge battle, right? His shrine had him in the middle, fighting off Aesir. A pretty story, but no. Hrungnir, you see, was born with neither head nor heart, so the giants had to complete him with stone. He was strong, to be sure, but also a perfect simpleton. Odin met him wandering in Midgard one day. Found him so amusing, so harmless, so gullible, that he invites him back to his palace in Asgard. There he gives Hrungnir his fill of mead, and goads him into all manner of boasts and antics, all for the amusement of the court. I was there. I saw the Aesir laugh as Hrungnir leapt upon his shield and swore he'd kill us all and take our womenfolk back to Jotunheim. Then Thor shows up. And does he laugh? Oh, no. Thor takes one look at the drunken stone buffoon and brings down Mjolnir on his head so hard that he's got chunks of Hrungnir in his own skull to this day. Thor is so startled by the faceful of rock, he doesn't notice Hrungnir's body topple right onto him with a sickening crunch. And again, the roars of laughter echo through the palace halls. That's an awful story, Mjolnir. Nothing like the one's mother told me. And we'll pick this up later. Watch out!
vagyunk. Oké. We have collected the rest of your woman's corpse spirit. Show us this magic you have promised. Ah, my sweet Gulvig. Whole again. Rise, dear Gulvig. Awaken, O powerful Gulvig! Evni ukar bithyast. She says she'll honor our request. Eldi fagnar. And reunite us? In Gowther! Okay. Hát szívességet tettünk, úgy tűnik, hogy hibát követtünk el. Amúgy vehetnénk ilyen Revival Stone-t, ami föltámaszt. Még nem figyeltem a HP-ra. I told you so. You are naive, foolish boy. This is true as well. But do not take your disappointment out on me, boy. Take it as a lesson. Yes, sir. Na. Hát akkor legyen már ez a lecke. Jó.
Sose higgyetek holtak lelkeinek. Szerintem amúgy ez egy elég jó lecke lehet. Viszont én egyúttal megköszönöm már a figyelmet. A heti programot látjátok a menetrendbe. Holnap akkor folytatjuk a Life is Strange-et. A epizód 3 következik a Before the Storm-ból, így van. És csütörtökön pedig akkor folytatjuk a White Rule-t, mert ugye ma lett volna, csak na mindegy, csütörtökön lesz. És szerintem, ha minden igaz, akkor pénteken folytatjuk a God of War-t, és szerintem még mindig sidequestezni fogunk. És akkor elmegyünk a láva világba, illetve a másikba is. Jó. Nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. Legyen nagyon szép estétek a továbbiakban is. Találkozzunk holnap. Sziasztok!